A találkozó egyperces néma felállással kezdődött, a csapatok és a szurkolók a nemrég fiatalon elhunyt Németegonra emlékeztek. Először kapott helyet a Kecskemét ellen az olajkezdő csapatában a fiatal Rudner Gábor, aki rögvest egy 3 ponttal kezdett, megadva a házigazda lendületét. A szolnok sorra szerezte pontjait, a palánk alatt Luksa Andrics, mezőnyből pedig Strahinja Milosevic szórta a kosarakat. A különbség hamar elérte a 10 pontot. A KTE nem tudott váltani sem védekezésben, sem pedig támadásban, így a házigazda előnye tovább nőtt. Ráadásul tetézte a lila mezesek gondját, hogy Rastko Dramicsanyin már az első negyedben megkapta második sporterütlen hibáját, így számára véget ért a találkozó, csapata pedig 14 pontra volt az olajtól. A második negyed kiegyenlítettebb játékot hozott, köszönhetően annak, hogy a látogatónál Thompson és Pongo is megtalálta a gyűrűbe vezető utat. Arra azért ez sem volt elég, hogy látótávolságon belülre kerüljenek, de a különbség nem nőtt jelentősen, viszont a fél időre gyakorlatilag eldőlt a találkozó, hiszen 50-33-ra vezetett Dragan Aleksic csapata. A térfélcsere után Milosevic 3 pontosával kialakult a 20 pontos különbség, és a negyed hátralévő perceiben is tartotta előnyét a szolnok. A záró felvonásban viszont nagyon kiengedett az olaj, a KTE pedig megérezte a győzelem lehetőségét, mert ott volt előttük. Sok volt a hiba a hazaiak játékában, a látogató folyamatosan csökkentette hátrányát, és már 81-77-re zárkóztak. Ekkor viszont érkezett Milosevic, aki szerte foszlatta a Kecskemét reményeit, így végül 11 ponttal 88-77-re a szolnok győzött. Gratulálok a Kecskemétnek, egy jó mérkőzést játszottunk. Voltak hullámvölgyek, de örülök, hogy nyertünk, örülök, hogy lehetőséget kaptunk. Hát kevés időnk van a következő meccsig, ugye szerdán már játszunk. Az a lényeg, hogy mindenki több időt kapjon és tudjon pihenni, és szerdán is tudjunk nyerni. Megpróbáltam elosztani a perceket a játékosok között, hogy a szerdai Alba elleni meccsre ne fáradjon ki senki. Jól kezdtük a találkozót, Dramicsanyin hamar kiszállt, és Gerasimovic sem játszott a második félidőben. Így fejben talán elhittük, hogy ez a meccs már megvan, lelassultunk és magunkra húztuk a Kecskemétet. Rengeteg volt a hullámvölgy, de a lényeg a győzelem. Egy olyan vert helyzetből álltunk föl a szünetbe, én nekem meggyőződésem, hogy senki nem gondolta azt, hogy itt egy ilyen méretes zakó nélkül távozik a Kecskemét, csak mi magunk, hiszen elvesztettük a két kezdőjátékosunkat, illetve fault problémával küzdöttünk, úgyhogy némi szerkezetváltást eszközöltünk a szünetben, amit megbeszéltünk. Én azt gondolom, hogy ez remekül sikerült, és a második fél időt megnyertük, méghozzá én szerintem magabiztosan, de hát ugye a meccset 4/4-re játsszák, és ebbe a szónok bizonyít jobbnak.